Ma már bemutattunk néhány olyan applikációt és módot, ahogyan a pénzünket nyomon követhetjük, de természetesen az adóhatóság is szeretné tudni a vállalkozásokból származó pénzek útját, hiszen fontos cél az adóbevételek növelése és a gazdaság fehérítése. Ebben segít az online számlarendszer, amelyről már a múlt héten elkezdtünk beszélni. Július 1-től megváltozott az adatszolgáltatásnak a menete bizonyos számláknál. Minden olyan számla adatát be kell küldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, amiben az áfa összege eléri vagy meghaladja, tehát legalább 100 ezer forint. Ez nem egy újdonsült dolog, korábban is voltak ilyen kötelezettségek. 2013-ban 2 millió forint, rá két évre 2015-ben 1 millió forint volt az az összeghatár, amit figyelni kellett. Akkor viszont mindig utólag kellett beküldeni az adatokat a NAV-hoz. És ez változik most meg, ez változott meg július 1-ével, 100 ezer forintra csökkent az a határ, amit figyelni kell a vállalkozásoknak, és hogyha eléri a számlában az áthárított összeg, az áfa összege a 100 ezer forintot, vagy pedig meghaladja, akkor azonnal be kell küldeni a NAV-hoz. Most folytatjuk sorozatunkat, amelyben ma a vállalkozások oldaláról nézzük meg az online számlarendszerre való átállást. Milyen előnyöket tartalmaz az adózók számára az online számlarendszer? Az online számlarendszer alapvetően változtatja meg az adózó, illetve az adóhivatalnak a kapcsolatát, tehát egy kicsit a digitális irányba próbálja vinni az adóalanyokat. Természetesen lesznek olyan adóalanyok, akik számára ez inkább nehézségeket fog jelenteni, ugyanakkor azok, akik felkészültek a digitális váltásra, maga a vállalkozás is elindult már ebbe az irányba, számukra ez sokkal több lehetőséget teremt. Például az adóhivatal valós időben vissza is tud szólni akkor, hogyha mondjuk egy nem megfelelő számlát, nem megfelelő adattartalmú számlát állítanak ki, és így nem egy utolagos ellenőrzésnél látják azt, hogy alapvetően rosszak esetleg a számlázási folyamataik, hanem erről egy valós idejű visszaigazolást kapnak az adóhivataltól. Másképpen ezt nem tudnánk nekik visszaküldni azt az információt, hogy kiállítanak el számlázó programból egy számlát, és rossz maga a számlának az adattartalma, nem felel meg az áfa törvényi előírásoknak. Mint ahogyan a múlt héten arról már beszéltünk, július 1-től élesedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azaz a NAV online számlarendszere, amely minden olyan vállalkozást érint, amelyik 100 ezer forint fölötti áfatartalmú számlát állít ki. Ehhez a NAV ingyenes számlázó programot is kínál a vállalkozásoknak, amelyek így gyorsabban és áttekinthetőbben tudják intézni a számla ügyeiket. Láthatják azokat az adatokat, amit egyrészt ők küldtek be az adatszolgáltató rendszerbe, illetve amit róluk küldtek be a partnereik. Tehát a számla kibocsátó, amikor kibocsátja a számlát és megtörténik az adatszolgáltatás, akkor mind a számla kibocsátó, mind a vevő lekérdezheti ezeket az adatokat, és ezt még az adóbevallás megelőzően látja, hogy mik azok az adatok, amiket mások jelentettek számukra, és így ma a jogszabályi kötelezettségüket is könnyebben tudják teljesíteni, hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy a számlabefogadóknak is van adatszolgáltatási kötelezettség, bár ott ugye nem valós idejű, nem azonnali, hanem bevalláshoz kötődő, tehát ami a korábbi időszakban is volt a belföldi tételes összesítő, azt ki kell tölteniük július 1-ét követően is. Tehát a papír alapú számlatömbből kiállított számlák esetében sok hiba lehetőség van, ugye elírás, hasonló dolgok, ezt például javítja az online rendszer? Magát a számla kiállítás, számla kibocsátása ezt nem tudja, hiszen amikor valaki számlatömbből állít ki számlát, neki átállított adóösszegtől függően, vagy egy naptári nap, vagy öt naptári napon belül kell az adatszolgáltatását teljesíteni. Tehát legkorábban ekkor tudunk szólni neki, hogy nem megfelelő ez a számla, valami adattartalom hiányzik, áfa törvény szempontjából kötelező adattartalom hiányzik ezen a számlán, vagy rosszul töltötte ki esetleg a számlát, vagy összegzésében van például egy ilyen számlában. Tehát akkor tudja ezt először kijavítani. Ugyanakkor, hogyha ugyanezt számlázó programból állítaná elő, akkor ugye egyrészt számlázó programban remélhetőleg jóval kevesebb hibázási lehetőség van, hiszen a számlázó programok fejlesztői elég sok mindenre figyelnek, vagy ha még így is tud hibázni a felhasználó, akkor még mindig ott van az adóhivatali figyelmeztetés. Már csak azért is érdemes áttérni a NAV ingyenes számlázó programjára, az online számlázóra, mert az nem csak kereshetővé és csoportosíthatóvá teszi a régebbi, már digitálisan kitöltött számláinkat, hanem a partnerek adatait rögzíti, így nem írhatjuk el a partner nevét vagy más adatát. De most az is kiderül, az adóhatóság hogy tud egyszerre ennyi helyre és adózóra figyelni.
Hogyan kell elképzelnünk az azonnali visszajelzést? Kollégák figyelik a beérkező számlákat és azonnali választ adnak? Hát adóhivatalnak nagyon sok alkalmazottja van, de erre azért nekünk se lenne kapacitásunk, tehát erre azért egy szoftvert alkalmazunk, és a szoftver elemzi ezeket a számlaadatokat, és küldi automatikusan a visszaigazolást. Tehát ez az elsődleges visszaigazolás, hogyha valami baj van a kiáltott számlával. Ezt követően pedig elkezdődik a belső kockázat elemzésünk, amikor összehasonlítgatjuk egyéb más adóhivatali adatokkal, és hogy akkor is kiesik valamilyen hiba, valami számlakiállítási probléma, akkor is tudunk még az adóalanynak jelezni, de az már nem annyira közvetlen módon, mint az online számlaadatszolgáltató rendszeren keresztüli jelzés.